Jó estét mindenkinek, Dalki, én vagyok, esti vlog, munkából hazafele menet. Ez most nem élő műsor, csak sima videó. Hát röviden annyit szeretnénk mondani, kezdjük az elején, hogy a téma, amiről most beszélni szeretnénk, ez mindenkit felkavart, megrázott. Ugye a lángtévés téma. Én nem akarok ezzel foglalkozni, már most mondom, csak egy nagyon rövid véleményt elmondok róla. Láttam azt a bizonyos live-ot, ahol szegény Katona 22 volt a szenvedő áldozat, ahol teljesen tényleg, amit leműveltek vele, elvileg vendégként volt meghívva, és amit a Langricsi meg a barátnője leművelt vele, az nagyon csúnya dolog volt, tehát már szó szerint meg akarták verni, meg ilyenek, hogy fenyegették, meg hogy valami kihívást nem mert vállalni, és akkor, hogy gyáva szemét alak, meg ilyenek. Most őszintén mondva, nem ismerem a Katona 22-t, de már szó szerint tényleg sajnáltam a srácot. És utána még az is az volt, ugye, hogy nem engedték, nem akarták hazaengedni. Utána csak elment, és utána még volt egy ilyen műsor, ahol még, vagy tartott tovább a Láng TV-nek a műsora, ahol még szidalmazták, meg még beszélgettek így az embereket. Tehát nagyon sok embernek kicsapta a biztosítékot ez a Láng TV-s téma. Én annyira nem foglalkozok vele, mert tényleg én nem nézettsége, meg ilyen fasságok miatt akarom, csak éppenségen is néztem bele. Nekem is mondták, hogy mármint linkelték, hogy nézzem meg, hát én megnéztem, és tényleg az borzadája, ami ott ment. Ez egyszerűen, hogy idáig süllyedt a YouTube tényleg, hogy valaki tök mesztelenül levetkőzik, és ottan egy szál semmibe ottan, az gusztustalan tényleg egy... Idáig süllyedtünk, gyerekek. Legközelebb mi lesz? Az lesz, hogy most már, hogy már élőben mutatjuk, hogy az ember kulázik a WC-n, vagy élő felnőtt tartalmat fogunk látni? Hát most komolyan már idáig fajulunk. De ez is mind gusztustalan volt, tehát ez a lángtévés botrány, ez rendben van. És jogosak, igen, tehát a Napi Szar című oldalra is felkerültek, ez a reklámhelye, tehát a Láng TV-nek felkerült ez a videója, Inda videó, szintén reklámhelye. Ott is megtalálható a felvétel, aki lemaradt róla, de állítólag már privátban tették a felvételt, ezek a ügyes emberek, akik voltak, elmentették a videókat, és meg lehet nézni. Tehát ez kézbotrány volt, amit ők csináltak. Még egyszer, 30 hülye vagyok, már 100 euróért így ezt csinálna, amit csinálta a Langricsi, úgyhogy nagyon-nagyon sok embernek kibaszta a biztosítékot, tényleg, ez az abnormális viselkedés. És tényleg a szegény Katona 22-t én szívből sajnálom, mert tényleg ő volt a szenvedő alany. Szerintem egyhamar ő nem ilyen fog többet elmenni ő hozzájuk. Na, úgyhogy röviden ennyi lenne a véleményem előre a Láng TV-s esetről. Még a végére egy kis extra képen, vagy bónuszképpen, ugye van ez a nosikás ügy. Tudjátok, van ez a youtuber, ez a Nosika, aki állítólag lányoktól csalt ki mesztelen képeket. És most őnek is van ez a botránya, hogy ő is most mentegetőzik meg, ő fenyegetőzik, hogy megteszi a szükséges lépéseket, meg hogy ő feljelent mindenkit. Pedig neki is nagyon súlyos a vágya, tehát tudjuk jól, hogy indult ez az egész. Tehát ez az egész Nosika botrány, most nevet mondok, tehát videós, a Manin robbantotta ki, de szerintem jól tette, mert ha a Manin nem robbantja ki ezt a ügyet, akkor ebből nem lenne semmi. Ugye a Manin robbantotta ki, utána a Funmaker Marci mondta el teljesen a véleményét, őnek is le a kalappal előtte, hogy ezt a lépést megtették. Ez egy bátor húzás volt, mert ezt meg kell tenni. És tényleg most ilyen emberek, mint a Nosika, ilyenek videóznak, és tényleg a gyerekeket elcsábítják, meg ilyenek, hogy fotókat küldeni magadról, meg ilyenek. Hát tényleg ez a YouTube már egyre szennyesebb és szennyesebb, süllyed a pöcegödörbe elfele. Már pucéron randalírozunk, mint a Láng TV. Gyerekektől csalunk ki fotót, értitek? És ez maga a tébolyda, tényleg. Ez egy csak rosszabb és rosszabb lesz különben, tényleg. Idáig süllyedünk manapság már, hogy ilyeneket kell megélnünk. És ki tudja még ezután mi fog még előkerülni, meg ki mit fog még művelni. Tehát ilyen beteg agyú emberekkel van tele az egész világ, meg ez a YouTube is, tényleg. Úgyhogy
szó szerint mondom, hogy ez ennyi volt a véleményem erről az egészről. Nyugodtan lehet kommentelni, írjatok véleményre, vagy válaszolok mindenkinek, akinek tudok. Ha tetszett a videó, nyom lájkot, hanem diszlájkot, mondom, nyitott vagyok a véleményre. Hát nekem ennyi lenne. Tehát a YouTube romlik lefele, egyre jobban romlik lefele. És ezt szánalom, amit ezek az emberek művelnek. És ki tudja, hány ilyen beteg állat van még a videó a monitor mögött, hogy akiről azt hiszed, hogy milyen rendes, és kiderül, hogy egy nagy hulladék az egész ember. Na, ennyi a véleményem.